Jó napot kívánok, sziasztok! Szeretettel, világossággal és boldogsággal, illetve jósággal köszöntöm minden kedves hallgatómat és nézőmet. A 2024-es évre szóló, hát nem jóslataimat, hanem a 2024-es évben uralkodó szellemiségekről szóló két előzetes felvételem, mert még újra kellett gondoljam, végig kellett még egyszer gondoljam, abból a szempontból, hogy hát persze a mérleg az nem csak szerelemmel, szexualitással jelentkezik a mi életünkben, tehát a mérleg morfogenetikus erőtere, hanem természetesen az egyensúllyal és a harmóniával is kapcsolatos, ugye harmónia őrzéssel, harmónia kereséssel, harmónia megvalósítással és egyensúly kereséssel. Na de hát az ember akkor van harmóniában, és akkor lehet csak egyensúlyban, hogyha a központi öntudata a helyén van, ugye? Tehát hiába keresek én harmóniát és egyensúlyt magamban, hogyha a központi öntudat, a vezérlő, úgymond, identitástudatom meg van zavarva, és akkor látjuk, hogy megint csak ott vagyunk, hogy mit támadnak meg, és legelsősorban ezek az emberkék, akik újabban ezt a mérleg negatív jelentkezési formákat, a mérlegre negatívan jellemző attitűdöket, magatartásokat erőltetik, és próbálják azt az egész világgal elfogadtatni, vagyis legalábbis a világ nagy többségével, tehát, hogy ne legyünk egyensúlyban, tehát, hogy kételkedjünk abba, hogy mi is az identitásunk, elsősorban ugye a központi, az ember identitásnak vannak azért még összetevői is, az, hogy férfi vagyok, vagy nő vagyok, illetve, hogy úgymond milyen ember vagyok, mi az, ami foglalkoztat, mi az, amit el akarok érni, hova akarok eljutni, mit akarok megvalósítani az életembe, és így tovább. Na most itt a legnagyobb bizonytalanságot igyekeznek, nem csak nem vonatkozásban, és nem csak a nemek vonatkozásában, behozni, hanem más szinten is, ugye, hogy nincsenek, legalábbis az Egyesült Államokban nincsenek, és még egyelőre Európában sincs, Ukrajnán kívül, nem tudom, hogy Ukrajnát mennyire lehet Európának venni egyébként, szerintem Oroszországot inkább lehetne, mint Ukrajnát, de mindegy, ez az én egyéni véleményem, nekem, aki úgymond Romániából jövök, és a civilizációs igényem viszont az őseimnek megfelelő, úgymond, tehát a székely rendtartó falu és a székely rendtartó közösségek és városok és székeknek a civilizációs igénye szintjén mozog valahol, hogy ilyesmit mind a székelység az egész világon, most ebben nem akarok belemenni, de erről tudományos dolgozatok vannak, ugye, és tanulmányok, hogy az egész világon sehol nem volt ez megvalósítva, hogy a közösség érdekeit védje egy közösségi rendszer, egy hagyományrendszer, egy olyan hagyományrendszer, ami törvényes volt a székekben, ugye? Ezt Borsos Csaba nevű csomafalvi matematika tanárt kell erről megkérdezni, készítettem egyébként erről vele interjút, és sok tanulmány jelent meg ebből a szempontból, most ebben nem akarok belemenni, de csak azért, hogy ez egy kicsi zárójel volt, hogy milyen nekem, mint európai embernek, tehát az európaiságtól mit várok el, és mit várnék el. Semmi esetre sem az elvadult individualizmust, ugye, ami most a világban folyik, és Európában is, hogy aminek a szellemében és a nevében itt mindenféle népi, nemzeti, nemzetiségi érdekeket és közös közérdekeket felrúgnak, mondván, hogy a közérdek pont az, ahol mindenki azt csinál, amit akar, úgy, ahogy ő akarja, és így tovább. Tehát ez a
vadkapitalista, vadliberalizmus. Hogy odáig jutottunk, hogy már a Coca-Cola meg egyéb, hogy mondjam, világszennyező cégek is a környezetkímélési listáknak, úgymond a környezetkímélő bajnokok listáinak az élen járnak, nem tudom, hogy milyen bravúrral, milyen hazugsággal, milyen csalásokkal, és más ilyen környezetszennyező cégekről kiderül, most világszinten azt próbálják beadni a médián keresztül, hogy ezek a legnagyobb környezetkímélő cégek, és pontosan, hogy ezek azok, akik ezt a pride-okat is, ezeket a szexuális identitásnak, identitás zavarkeltésnek és identitás, hogy mondjam, megvonásnak, meghibásításnak a zászlóvivői, tehát legalábbis az ilyen csoportoknak ők a valahol a szponzorai, és ők a ellátói valamennyire anyagi szempontból, meg amikor ilyen felvonulások járnak, akkor ők manifestációs szinten, tehát nem szégyellve a dolgot, ők azok, akik odaállnak, hogy ezeket még itassák is, úgymond, persze nem alkoholos itala, hanem egészségtelen, ilyen vegyi úton előállított élvezetitalokkal. Mindegy. Tehát itt a következő év, jól tudom, hogy nem csak szerelmi, szexuális, párkapcsolati vonatkozásban lesz nehéz, és hogy mivel, hogy az eredeti konstellációnak mindig az ellentétét jeleníti meg a karma, és itt július 1-től halmozottan mérlegkarma fog érvényesülni, de azelőtt viszont most még egyelőre dupla szűz karmában vagyunk, amíg a macska éve nem jár, a nyúl éve, nem tudom, hogy ebbe sem mélyültem el, hogy melyik a kettő közül, miért, mikor nyúls, mikor macska a kínai asztrológia szerint, de azt tudom, hogy a szűz karma érvényesül, mert azt megfigyelhettem ilyenkor, hanem hogy tehát a kínai év lejáratával a szűzből, tehát a macska évéből kimegyünk és átmegyünk a sárkány évébe, és ott már akkor mérleg fog érvényesülni. Na most ez egyensúlybomláshoz és a harmóniavesztéshez fog vezetni. Tudatok szintjén, tehát nem valonnan, mit tudom én, a levegőből csak úgy ránk küldi az Úristen, vagy nem tudom, ez megfigyelt évezredeken keresztül megfigyelt, úgymond csillagállásoknak megfelelő, úgymond spirituális, öntudati, tehát az emberiség befolyásoltságára utaló, úgymond jelek ezek, erők és hatalmak, úgyhogy jelzőjelek, tehát, hogy itt nagyon vigyázzunk, mert itt környezeti problémák is fognak adódni, tehát addig festettük az ördögöt a falra, illetve nem festettük, hanem az reális dolog, amit a tudósok így állítottak, hogy a környezet a szennyeződik egyre inkább, hogy de most szabad kezet, most nekivadult a szabad kezet, tehát mind a környezetvédelemről szól az egész ideológia, például Németországban a zöldek ott vannak, hogy fantasztikusan nagy politikai tényező és erő, és kiderül, hogy pontosan ők azok, akik a környezetszennyezést úgymond engedélyezik, illetve valahol a hogy mondjam, gerinctelenül és demagóg és szemforgató módon benne vannak a környezetszennyezésben, úgymond nyakig. Na tehát akkor itt most az a veszély áll fent, hogyha én most ezekről a dolgokról beszélek, nehogy beleélje magát valaki komolyabban, mélyebben ezekben, tehát nem lelki szinten, nem pszichológiai szinten kell ezeket a dolgokat vizsgálgatni, mert gyakorlati szinten úgy sincs, amit csináljunk. Tehát itt ezek a videók, amiket én felveszek, nem széles tömegeknek szólnak, és nem is akkora nézettségük, ugye, tehát sokan mondják, hogy azért, mert halk a felvétel, hát azért mászok ilyen közel a kamerához,
vettem ugyan egy új mobiltelefont, és azt úgy gondoltam, hogy majd ezt a hang minőség problémát ezzel ki tudom igazítani, de sajnos nehéz, tehát más a kiterjesztése a vételnek, tehát az extenzió, az úgynevezett fájlnak, amit én majd még meg kell tanuljam, hogy hogy kell azt úgymond konvertálni, tehát átváltoztatni a gépre feltehető képanyaggá. Ez még nem sikerült egyelőre, most ne menjünk bele, tehát a lényeg az az, hogy vigyázzunk, mert a környezet is veszélyben van, a légkör. Tehát ilyen riportokat is látunk már az interneten, hogy Pakisztán, kérem, már ők is a primitív technikájukkal és technológiákkal oda jutottak, de nem is ők, hanem másoktól megvásárolták valamelyik arab országtól azt, hogy a fővárosuk fölött uralkodó, évek óta, hosszú évtizedek óta uralkodó smogot, tehát végső soron szennyezett, tehát levegő vagy környezetszennyezést, hogy esőcsinálással, erőszakos esőcsinálással úgymond leverjék, vagy megtisztítsák, vagy minek lehet ezt nevezni, de az minden meg lehet kérdezni a meteorológusoktól, hogy mennyire kényes egyensúlyban van, és milyen finom dolgok vannak ott a levegőben, légtérben, ugye, amelyeknek a függvény az, hogy hol milyen felhők keletkeznek, azok hogy esnek le, hova mennek, milyen talaj és milyen geográfiai hely az, ahol nekik le kell esni, stb. Tehát ez egy egyetemes, úgymond egy globális probléma, nem szabad ma. Noha azt is tudjuk, hogy ezt már az Egyesült Államokban rég csinálják, máshol is, tehát akiktől megvették a pakisztániak, azok is már régóta, azok az arab országok is régóta, úgymond esőket csinálnak erőszakosan. Tehát ezt nem fogja mind bírni a légkör, ez egy, hogy mondjam, ezt a tudósoktól kell megkérdezni, hogy itt mi történik ilyenkor, de a spirituális szempontból azt persze, azt én azért észrevettük, asztrológusok már, aki figyelt erre, hogy a spirituális áramlatok és folyamatok és jelenségek, azoknak, ha hosszú távon is, de van fizikai, fiziológiai következménye is. Tehát ezekre alapozták régebb a jóslásokat, ugye? Hogy gondolták az emberek, hogy mit tudom én, hogy hogy állnak a bolygók. Én tudom, mert nekünk ezt megtanították, de az is egy irracionális szomárság volt az a jóslási technika. Tehát semmi logika nem volt benne. És ezt tanítják, már is ezt csinálják, ezen az alapon jósolnak egyébként. Tehát a jóslási módszertan az egy nagy szamárság egyébként az asztrológiában, garantálom. Mindenkinek, akinek van egy csepp józan és racionális, józan paraszti esze, hogy szokták mondani, racionális gondolkozásra, látja, hogy ez képtelenség. No, de a radixoknak, az úgynevezett radixoknak, tehát hogy megfigyelni ténylegesen a bekövetkező bolygóállásokat is, azt akkor levonni a következtetéseket, hogy olyankor milyen szellemiség lóg a levegőbe, úgymond, és hogy annak van igenis az emberi pszichékre hatása, mert determinálva vagyunk mi is, tehát azok csak térképelemek igazából, hogy az a mindenki, minden szellem, tehát a spiritualitás, hogy működik abban az idő intervallumban, amit éppen vizsgálunk, értjük? Na most nyár közepén, pontosan a nyári napfordulótól, a napforduló idején egy olyan durva konstelláció áll be, mint 1999. augusztus 11-én. Amikor is vártuk, volt az a napfogyatkozás, és vártuk, úgymond viccesen mondva idézőjelben, tehát a világ végét. Mi a barátainkkal kimentünk Hosszaszóba, ott van egy ügyes ilyen fenség, egy platform, és onnan jól lehetett látni egész, hogy mondjam, Csiki medencének az alsó felét be lehetett látni nagyjából, nem is az volt a lényeg. Na most akkor ott érezhető volt, hogy teljesen más szellemiség, más légkör, más, hát csak ezt lehet mondani, spiritualitás következik, és be is következett aztán 2000-től, errefelé 2001-től már egészen más világot élünk.
És akkor utána hirtelen nem történt akkor semmi baj a napfogyatkozás alatt, amikor a hold tökéletesen eltakarta a napot, ugye? És akkor az egész világon talán, hogy ez volt, ezt a jelenség volt látható, tehát ez nem parciális, nem részleges napfogyatkozás volt, de a konstelláció is olyan volt, hogy utána 10-11-12 napra rá Törökországot rettenetesen megrázta a földrengés, ugye, és azt követően meg a ukrán repülőgépek, nem tudom, ötköztek össze orosz repülőgépekkel, de kereskedelmi, tehát nem volt semmi harcászati. Ráadásul gyermekek voltak az egyik nagy kereskedelmi gépben, amit nem tudom, hova vitte őket vakációzni. A híres John Fitzgerald Kennedy unokája, vagy kicsit a kisfia, vagy aki már akkor felnőtt volt, ugye saját magángépével szintén tengerbe zuhant meg. Hát mondjuk nem attól volt olyan nagy esemény, mert hát egy embernek a halála mindenképpen nagy esemény és szomorú, de tehát idejekorán történő eltávozása. Csak úgy mondom, hogy hírességek szintjén, hogy emlékezzünk azért, de több repülőgép is akkor lezuhant, vagy neki ment valaminek, mit tudom én, meghibásodott bajok voltak. Tehát a szellemiség azért csak jelen volt. Noha nem pont akkor is, ezt megfigyeltem később is, az ikrektornyok kilövésekor, ez is rossz megfogalmazás, mert kiderült utólag, hogy nem kilövés volt az, hanem belülről történő felrobbantás, ugye. Még nem tudom, milyen események voltak, de emlékszem, hogy ilyen 11-es és 17-es 17 dátumokra. A lényeg az, hogy itt valami van, nagy változás történik megint csak nyár közepén, és arra jó lesz felkészülni azoknak, akik ezt a videót most nézik, és akik megnézték az előbbi két videómat is erről, ide vonatkozóan, mert, hogy mondjam, tehát az egyetlen felkészülési mód, és az egyetlen úgymond, mondjuk úgy a védekezési mód, ez is időzőjelben, az a legjobb védekezés, hogyha nem védekezel, tehát hogyha felkészülsz arra, hogy a te spirituális öntudatod, személy öntudatod, minden vonatkozásod, öntudatod, pszichológiai öntudatod, filozófikus emberi öntudatod, stb., akár legyen az családapa öntudatod, stb., ne legyen függvénye másoknak, te tudd, hogy ki vagy és mi vagy, mert látjuk, mint látjuk, pont arra megy ki a játék, és itt ezeket a klinikákat is itt szaporítják, hogy a meghűített, meg szédített szegény kamasz gyermekek, meg kisgyermekek egy életre tegyék tönkre saját magukat ezzel az identitás, hogy mondjam. Tehát a kétség, ez az ördögnek, a sátánnak a működési. Most én nem vagyok babonás, meg vallásos, stb. Tehát én a tényleges ördögbe úgymond nem hiszek, de hogy annak vannak megszemélyesítői, és ilyen például Soros György is, ugye, aki direkt kiderült, hogy lepénzeli, tehát nem is éri meg ezeknek a nagy multicégeknek, és mit tudom én kiknek, hogy ők például beálljanak a homoszexuálisok, meg a leszbikusok, meg a pedofiliások mögé, hogy azokat, mit tudom én, szponzorálják, de ő megvásárolja a vezetőket, és pénzt ad nekik ezért, hogy például Magyarországon is a multicégek például ilyen érzékenyítési felkészítőket tartanak a dolgozóiknak, a munkatársaiknak, nem tudom, hogy hetente vagy havonta, és így tovább. Tehát most ezt nem azért készítem ezt a felvételt, hogy ezt, amit már egyszer elmondtam, még egyszer ismételjem és hangsúlyozzam, csak azt akartam elmondani, hogy én tisztában vagyok azzal is, hogy nem csak szerelemről, nem csak párkapcsolatról, nem csak szexualitásról, nem csak szexuális identitásról van szó, hanem mindenféle, de mindenféle egyensúly vesztésről, vagy hogy mondjam, felborulásról, ez a helyes kifejezés, mert tudjuk milyen, amikor a mérleg egyensúly az, ugye ott van a két tányérja a mérlegnek, és egyszer csak pok. Az egyik felfut az égbe, és a másik lemegy a föld alá.
Tehát még ilyen esetben is, nem tudom, szóval én nem jósolok, nem mondom, hogy lesz ilyesmi az emberiséggel, vagy globálisan, vagy hogy tényleg ennyire, mit tudom én, kigyúl az ég, vagy mit lehet elgondolni, vagy legalább 40 napos eső, vagy 60 napos eső, nem tudom, de valamiféle felborulás lesz, vagy valami más jellegű egyensúlyvesztés, tehát a nyár közepétől, tehát kezdődik az egész, mondom, a nyári napfordulón, és akkor még nem történik semmi a fizikai dimenzió szintjén, vagy pszichikai dimenzió szintjén, ezek nagyon alacsony dimenziók, de szellemben már megjelenik a probléma, és meg fog jelenni majd, úgymond július 1-től arra felé, és akkor, amint mondtam korábban, hogy fokozódik, mit tudom én, azt hiszem, hogy október elejétől elején még inkább, tehát legyünk felkészülve, hogy az öntudatunkat és a nyugalmunkat, a higgadtságunkat, értjük? A nyugalmunkat, a higgadtságunkat semmiképpen ne veszítsük el, ezért minél többet azt ajánlom, hogy minél több ember tanuljon meg meditálni. A meditációnál nincs jobb, hogy mondjam, felkészítése az agynak és az idegrendszernek, és az egész szellemünknek, az egész auránknak arra, hogy bizonyos helyzetekben, szélsőséges helyzetekben ne veszítsük el a lélek jelenlétünket, ahogy mondják, és tudjuk, hogy mit kell csinálni, és akkor se veszítsük el a józan eszünket, az éberségünket, és tudjuk, hogy kell tovább menni. Most nem akarok riasztani senkit, csak mondom, ez egyébként is, amint mondtam korábban, az is megmaradt, hogy a Plutó, Uránusz, Neptunusz által alakított pozitív fényszög kapcsolat megmarad végig, úgyhogy itt tényleg az lesz, amit meg a Covid elején egyesek jósolgattak, vagy pedzettek, vagy mondogattak, hogy itt spirituális fejlődési kényszer van, és akkor tényleg ezt most vegyük komolyan, hogy abba, hogy úgy mondjam, az Istenbe, illetve az isteni öntudatunkba saját jobbik, szeretetteljesebb, világosabb, jóságosabb, jót akaró önmagunkban, tehát hogy ez a mindig ez vezéreljen, ettől kezdve az életbe egyébként is, ez most egy ilyen nagy kényszerhelyzet lesz, amikor is ezek a úgymond pozitív megváltási, megváltódási, kiegyenlítődési, harmonizálódási képességeink, hogy mondjam, fokozódni tudnak és erősödni tudnak. Tehát itt tényleg nincs más, látván ezeket a konstellációkat, csak azt tudom mondani, hogy erre megy ki a játék, erre lesz kifokozva, kihegyezve ez az év, ennek az évnek a szellemisége, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, hogy ebbe kapaszkodjon, és mint mondtam korábban, korábbi felvételeken, nem csak ez a három bolygó, hanem ezeket még a Jupiter is pontosan 21-én, tehát napfordulókor a Jupiter teljesen pozitív lesz, és közben még beállottan erősíteni a következő hónapokban, tehát július után sátortető, vagy milyen háztető, vagy nem tudom, milyen pajzs alakzatnak mondják a karmikus asztrológiában. Én nem nagyon szoktam a pozitív ilyen kapcsolatokat nagyon kiemelni, mert engem mindig a probléma, tehát hiába dicsérgetem az embereket, hiába mondom el, hogy nem tudom, milyen pozitív tulajdonságaik vannak, meg kell, hogy legyenek, nem? Mert amúgy is bennünk isteni tulajdonságok és képességek vannak, csak az asztrológiailag, tehát javítás szempontjából, értjük? Tehát karma oldás szempontjából nem értelmeződnek, nincs jelentőségük. Tehát a jelentősége az van, ahol probléma van, hogy azt alakítsuk át megfelelő pozitív tulajdonságokká és képességekké. Summa-summarum, és itt befejezném, tehát nagyon is tudatában vagyok, hogy nem csak szerelmi, nem csak perverziók, nem csak devianciák, stb. Vannak, de ezek nagyon-nagyon fokozottak lesznek, hanem egyensúlyi problémák is, harmóniaban kerülési harmónia, megőrzési harmónia, erősödési, aki képes lesz még erre, azt csinálja, és egymást a párok egészítsék, hanem segítség. Tehát most már tényleg el kell hagyni azt, hogy
hogy valakinek személyiségi problémái vannak, mit tudom én, kicsi ilyen enyhébb narcisztikus vonásai, vagy tűzkarmák esetére gondolok, persze, de levegőkarmákra is, ugye, hogy gőgösek vagyunk, hogy beképzeltek vagyunk, hogy jogosnak véljük a másikat lenézni, vagy haragudni rá, vagy neheztelni rá, hogy ő, nem, ez hazugság, ez nem igaz, hogy a másik ember az én boldogságomnak a kulcsa, és az elromtója, és az életemnek a megromtója, és így tovább, nem, mindig olyan párkapcsolatba kerülsz, amilyen téged legrejtettebb vonásaidban, legrejtettebb karmikus öntudatodban, hogy úgy mondjam, illetve öntudatlanságodban tükröz, értjük? Tehát semmi nem tükrözi annyira az embert, mint a párkapcsolata. De semmi. Úgyhogy akármilyen is az élettársad, akármilyennek is gondolod vagy képzeletted, hogy ő a hibás ezért, meg azért, meg hogy joggal. Nincs ilyen, hogy te szokjunk le erről, hogy joggal haragszom rá, mert joggal, mit tudom én, komolyan mondom, kaptam olyan levelet és olyan konfirmációt is, hogy az egyik élettárs figyelmeztette a másikat, hogy és éppen a férfi volt az illető, nem a nő, hogy de hát nem én vagyok, szívem, nem én vagyok az ellenség, nem én vagyok, nem engem kell támadni. És az volt a válasz az illető házastársnak, hogy dehogy nem, és nem is érdemeltél volna meg engem, így, hogy engem te nem érdemeltél volna meg, persze, hogy tűzkarmás az illető, nem, ugye, mert csak egy, mit tudom én, egy főzni, takarítani, mosogatni tudó liba, a falusi liba kellett volna neked, mert akkor azzal lettél volna megelégedve, stb. Tehát ezeket felejtsük el, ne legyünk önérzetesek, és főképpen ne csapjuk be magunkat, figyelem, ne csapjuk be magunkat azzal, hogy ahogy a reklámban szokták mondani, hogy mert megérdemled, hogy te én többet érdemeltem volna, mint amit kaptam a másikban. Még én is jártam úgy, hogy ez ilyen hangzott el, hogy én nem ilyen életre számítottam, nem ezt érdemeltem, stb. Mindegy. Tehát a lényeg itt az, hogy most ezekben az időkben, most kihegyezett, és akik ezt nem tudják, amit én mondom, tessék, majd nézzenek körül majd a környezetükben, de persze ezt a legérzékenyebben és a legjobbofábban is, úgymond humorosan és viccesen, de tragikusan is ugyanakkor a celebek jelenítik meg nekünk, a celebek. A pletyka, tehát az ilyen szennylapoknak a főhősei, ugye, akiket, mit tudom én, a Blik meg ezek szokták, úgymond, nagy színes fotókkal megjeleníteni, hogy kivel veszett össze, kit csalt meg, kit kufircolt meg, vagy nem csalt meg, vagy lélekben, vagy az ágyban, vagy mit tudom én, és akkor... Na, ez, tehát a pletyka lapok azoknak aztán lesz most már, de már most kezdődik, lesz témája elég, bőven, de még addig is, amíg az bekövetkezik, mondom, vigyázzunk, mert most amíg nincs mérleg, addig viszont szűz karma van, tehát az irracionalitás az még fenn van. Van, aki tudja a rációt valamelyes fenntartani. Nem szeretnék én hízelegni és nyalni senkinek, de úgy látom, hogy Orbán Viktor mostanában, mintha egy kicsit tényleg megérezte volna az idők szavát, ellenben a többiekkel, akik teljesen irracionálisak, és teljesen bevadultak már, ugye, Magyarországnak ezzel a gazdasági megbüntetésével, és ezzel most már zárnám is a videómat, ma itt, hogy ezt általánosan magunkra kellene vegyük, amit mond Orbán Viktor, hogy, illetve ő másképp mondja, ő megnyugtatólag mondja, de lehet, hogy nem lesz belőle semmi, de mindegy, hogy Magyarország kibírja gazdaságilag azt is, hogyha nem kapjuk meg ezeket a nekünk járó uniós pénzeket, de mindig az élet más területén is hagyjuk a politikát, hagyjuk Orbán Viktort, mind ne felejtsük el az, hogy vannak sokkal nagyobb értékeink, és hogy az ember nem
abból áll, hogy minél többet tudjon élvezni és élvezkedni, mert mit tudom én, minél több olyan bigyúsz, nem tudom, hogy mit, vibrátorokat tessék, vagy mi a csodát, hogy nem tudom, hogy hova menjen a Kanári-szigetekre nyaralni, stb. Hogy ezek a, vagy persze ez nagyon kevés, kicsi a réteg, akinek ez szól, amit most mondtam, de nem számít az, hogy gazdaságilag veszítünk, de a lelkünk ne vesszen el. Értjük? Én nem vagyok én semmiféle ilyen szemforgató, hogy mondjam, ember, aki nem szereti, úgymond, nekem a pénz, nem szeretem a pénzt, én egy csereeszköznek látom, tehát ahhoz sem pozitívan, sem negatívan nem kell viszonyulni, azt nem kell sem szeretni, mert olyan, mint egy kalapács, vagy egy ásó, vagy egy számítógép, vagy egy eszköz, csak az abban különbözik a többi eszköztől, hogy át lehet a többi eszközt egyiket a másikra váltani, vagy ételt tudok vásárolni rá, mit tudom én, mit házat tudok vásárolni, autót, és így tovább. Tehát hiába van nekem 10 000 kalapácsom, mit csináljak 10 000 kalapácsom, csak nem, vagy 20 000, vagy akármennyi, vagy csavar, vagy ilyesmi, azt át tudom váltani pénzbe, és a pénzen veszek ételt, vagy veszek egyebet rá, olyan gépeket, amivel tovább tudok kalapácsokat, vagy mit tudom én, ásókat kap a nagyharangokat gyártani. Értjük? Tehát nincs, nem szabad, tehát ilyen misztikus könyvek vannak, ezek szélhámosságok, hogy mit tudom én, hogy pénz, pénzenergiák, ilyenekről is hallok dumákat, ilyen misztikus csodabogák, kozmetikusok ezzel szédítik az embereket. Nincs ilyen, hogy pénzenergia, nem, hogy milyen a szempontok szerint használod te fel az anyagi javaidat, amiket megtermelsz, vagy amiket nem termelsz meg, hanem csinálsz egyebet, van más szolgáltatás, mint például horoszkóp készítés is, ugye? Tehát nem semmi anyagi javat nem termelek általa, de olyan információt adok, ami esetleg az én számításaim szerint legalábbis több autót is megírnének, mert annak idején például nekem az életemet mentette meg. És az egészségemet, ugye? Tehát tulajdonképpen most nem akarok erről beszélni, mert nem úgy ültem ide le, de hát megfizethetetlen, de mindegy. De akkor mit csinálnék, hogyha... Mit csinálnék annyi sok pénzzel, mint amennyit én gondolom, hogy érnek a horoszkópjaim, nem? Én is majd elkezdenék drogozni, vagy... Tehát az ember jó dolgában tudjuk, hogy miket csinál. Ilyen szempontból én még ezeket a pénzzel szívó nagyhatalmakat is, bár amiket csinálnak politikailag, az nagyon elítélendő, ugye, de ilyen jó pózéknek, ilyen piócáknak tartom, akik fenntartják az emberiség egészségét, mert hogyha még több pénze lenne, de gondoljunk csak bele, egy csomó, mondjuk Magyarország lakosságának hirtelen, mit tudom én, az Unió kezdené úgy hányni ide a sok pénzt. Miért? Hát annyi drogos lenne itt, és annyi kábítószeres, és annyi, mit tudom én, annyi, bocsánat, ugyanaz, iszákos, meg alkoholista, meg még, mit tudom én, micsoda különleges ételt kellene fogyasztani itt a kábítószer, meg a bor, meg a pálinka kereskedelem, az ugrana meg elsősorban, meg mit tudom én. Tehát van, amikor, és az a jelenlegi emberiségnek az a krízise. Nem tudom, hogy milyen megoldás jön rá, de hogy a pénzzel lehet zsarolni az embereket, és hogy ezek a Klaus Schwabék, vagy hogy hívják őket, meg Bill Gates, meg a Zuckerberger, vagy nem tudom, jól lehetem neki a nevét, hogy direkt, hogy mondjam, szegény, tehát zsarolják a gazdaságot, és akadályozzák azért, hogy azon keresztül most az embereket a biorobottá akarják változtatni, stb. Úgysem fogják tudni, mert az Úristen úgyis meg fogja akadályozni, ezzel nincs baj. Csak mondom, hogy amikor nincs spirituális öntudata valakinek és valakiknek, és nagyon soknak, és az emberiség nagy többségének, akkor, amikor sok a pénz, amikor a gazdagság növekszik, akkor hülyeséget csinál. Értjük? Na most mi vigyázunk, hogy ne! Hát jó, nem baj az, hogyha valaki, főleg spirituális embert, aztán tényleg ne irigyeljük, hogy több pénze van, csak nagyon vigyázunk, hogy akkor tényleg ne élvezetekre, még mit tudom én, ne jaktokra költjük mind, hogy hívják, akit Pesti László
Lülünek nevez, vagy ő is a nép megnevezésből vett vissza, Mészáros Lőrinc, ugye? Tehát a lényeg az az, hogy, hogy ők elszívják tulajdonképpen azt, amivel esetleg az emberek megvadulnának, hogyha több lenne belőle. Tudom, hogy van rengeteg szegény Magyarországon, és nagy a szegénység bizonyos rétegek miatt. Szó nincs arról, hogy, hogy ezt tagadná az ember, de úgysem azon múlik, hogy, hogy most ki és hogy jön ki a szegénységből, ugye. Itt csak is spirituális öntudattal, öntudatfejlesztéssel lehetne kijönni, de hát ahogy nincs Izraelbe és az araboknál is, ahogy nincs az oroszok és az ukránok között, úgy nincs máshol sem. Erről szó, egy nagyon-nagyon kis réteg, mondom, egy nagyon-nagyon kis rész az emberiségnek még jobban, úgymond magára ébred, ahogy készített egy nagyszerű videót most János, Szél János István barátom az öntudatról, a halak és a szűztengelyről, tehát, hogy, hogy az ember minél több időt és energiát kellene szálljon arról, hogy az abszolút ényével, az Isten ényével, az Istennel való kapcsolatát erősítse, és attól lenne egészséges, nem, hogy óriási pénzeket költ, tehát dolgozik, és akkor attól beteg lesz, és akkor aztán azt a sok pénzt, amit gyűjtött, nem sokat, de annak nagy rész, jó nagy részét gyógyszerekre és orvosokra költi, ugye? Ahelyett meditálna többet, nem izgulna annyira, nem ülne feszültségbe azért, hogy még több pénzt keresse, vagy nem tudom, hogy mit tudom én. Én tudok olyant is, Csíkszeredában volt olyan ismerősöm barátom, hogy hát barátok nem lettünk, mert nem volt ahogy semmikor, de eladta az apja a hirtelen kapott erdőket, és arról a fiát nem tudom, hova külföldre elküldte egyetemre, és autót vásárolt neki, hogy a fiú érezze jól magát. A közbirtokosságból mit tudom én milyen részt kivett, a másik akkor még kiadták olyan könnyen, és ennyit csinált. És aztán a fiúból úgyse lett semmi, hanem egy ilyen biztosítási ügynök lett belőle. Na, oda kellett a nagy egyetem, és ott legalább addig ő jól ért, úgymond, külföldön. Mindegy, tehát ez nem érték. Így nem lehet boldog lenni, nem lehet egészségesnek lenni, ez nem semmi, és főképp nem rendeltetésbe váltás, amit most lenne a... Tehát most a rendeltetés ellenes magatartás van, értjük? Tehát a szűzkarma azt jelenti, ami most duplán van jelenleg, tehát hogy a sárkányfarok van az éve, a szűzben és a szűznek meg macska évében vagyunk, hogy most mindenki nagyjából rendeltetés ellenesen viselkedik, és főleg a politikusok, mint láttuk, hogy mi köze hozzá? Miért kell erőltetni az, hogy Magyarországon például, hogy az obszcének és az izék és a ferdék és az izék, a perverzek bejárhassanak az iskolákba, és ott mutogassák magukat, vagy mit, hogy elméleteket adjanak elő a gyermekeknek, hogy egyrészt az identitásukba zavarják meg őket, másrészt meg, hogy milyen boldogok lesznek, hogyha a bácsiknak és a néniknek odaadják magukat már 12 éven felül, sajnos itt is, tehát azt mondják, hogy lehet nyugodtan szexuális kapcsolatot építeni a gyermekekkel, már hogyha 12 éves elmúlt, akkor már nem törvény legalábbis nem veszi szigorúan pedofiliának, és nem bünteti. Szörnyű. Na, úgyhogy nem tudom, hogy milyen uniós szorításra vagy zsarolásra kellett ezt levinni, mert valamikor 18 éves volt, meg ez a korhatár, meg 16-14, mindegy, ez nem az én dolgom, én csak mondom, a mihez tartás véget, hogy mondják székelyesen, tehát a mihez tartás véget mondom, amiket mondok, maradjunk világosságban, szeretetben és lehetőleg jóságban. Úgy értve, hogy egyik barátom figyelmeztetett, hogy a jóság és az igazság az egyenlő, egyenértékű, azonos. Legalábbis az abszolút létben. Sziasztok!